Nagyon sokszor van az életben olyan, amikor megtörténik egy szituáció, vége van, letelik, és az emberek utólag jönnek arra rá, hogy bárcsak máshogy csináltam volna ezt és azt. Úgyhogy azért, hogy ti ne érezzetek hasonló dolgokat, összegyűjtöttem nektek 5 olyan dolgot, amit én, ha visszamehetnék a gulyatáborba, akkor máshogy csinálnék. Úgyhogy sziasztok fiúk és lányok, üdv a csatornámon! Ebben a videóban összegyűjtöttem nektek 5 olyan dolgot, amit én, ha visszamehetnék a gulyatáborba, akkor biztos, hogy máshogy csinálnék, és nem feltétlenül azért, mert rossz volt a gulyatáborom, hanem azért, mert még ennél is szerintem jobb lehetett volna, hogyha ezeket a dolgokat vagy csinálom, vagy nem csinálom. Az első dolog az az, hogy ha tehetném, akkor sokkal nyitottabb lennék más társaság felé is. Tehát, ugye van egyfajta társaság, ami kialakul mondjuk a legelején. Viszont nagyon sokan beleesnek, vagy beleesünk abba a hibába, hogy azzal a társasággal maradunk végig, amivel nincs semmi gond. Én imádom azt a társaságot, én imádtam minden egyes percét, de néha volt olyan, amikor kicsit meg kellett volna nyíljak másfelé is, és az, hogy én miért nem nyíltam másfelé, azzal tudnám megmagyarázni, hogy én nagyon-nagyon jól éreztem magamat azzal a társasággal, akivel voltam. Viszont néha rájövök arra, hogy mondjuk nem ártott volna egy-két estét esetleg mással tölteni, vagy mással beszélgetni, vagy másról megtudni dolgokat, mert biztos, hogy más is nagyon jó fej volt, nem feltétlenül a szakon belül, de akár a szakon kívül is, és szerintem egyébként nem fájt volna az, hogyha mással is beszélgetek, illetve nem származott volna belőle hátrányom, hogyha mással is beszélgetek, viszont én ezt annó nem tettem meg, mert nagyon-nagyon rá voltam fókuszálva 2-3 emberre, és azon kívül nagyon senki fele nem nyitottam úgy, ahogy kellett volna. És ezt én bánom, mert én úgy vagyok vele, hogy szerintem nekem sem ártott volna, meg másnak sem ártott volna az, hogyha egy kicsit, tudjátok, így jobban beszélgetünk, úgyhogy én azt tudom tanácsolni, hogy ne zárkózzatok el senki elől, attól függetlenül, hogy már ha az elején megtaláljátok azokat az embereket, főleg ha úgy mentek oda, hogy már van ismerősötök, akkor ne csak azzal a 2-3 emberrel legyetek, hanem próbáljátok megnyitni másfele is, mert nem tudjátok, hogy mit veszíthettek, viszont tudjátok, van az a mondás, az ember mindig azokat a dolgokat bánja meg, amiket nem csinál. Amit megcsinálsz és hibázol benne, azt nem bánod meg, mert abból tanulsz. Viszont ha valamit egyáltalán nem csinálsz meg, azt az életed végéig bánni fogod, és ott lesz benned, hogy mi lett volna, ha ezt megcsinálom. Tehát én azt mondom, hogy ne limitáljátok le magatokat 1-2-3 emberre, hanem tessék nyitni igazából így majdnem mindenki felé. A második, ezt igazából az egész életemre mondhatnám, hogy megbánom, ne gondolkozzatok annyit. Ne gondolkozzatok annyit, hogy most ennek és ennek és ennek a szituációnak mi lesz a következménye, mi lesz a végkimenetele. Szóval nem kell semmi illegális dolgot csinálni, nem azt mondom, de hogy én nagyon sokszor úgy voltam vele, hogy valaki mondta, hogy csináljuk ezt, és elgondolkoztam, hogy igazából mi lesz ennek a vége, vagy mi lesz a lehető legrosszabb, ami történik. Kit érdekel? Csináld, csináld, csináld! Tehát azzal, hogy az ember rengeteget gondolkozik, azzal olyan szinten meg tudja ölni a boldogságát, hogy én ezt nem csak a gulyatáborban vettem észre magamon, hanem igazából így konkrétan az élet bármelyik területén, hogy azzal, hogy én ilyen sokat gondolkozom, azzal így tökre meg tudom ölni ezt az egész boldogságot, amit így az életben mindenki nagy nehezen próbál felépíteni. Tehát nagyon fontos az, hogy ne gondolkozzatok olyan sokat, hogy most ő jó fej, nem jó fej, csináld. Ha valamire úgy érzed, hogy egyáltalán nem, akkor úgy is tudsz nemet mondani, és úgy is ki tudsz szállni a szituációból, de valamilyen szinten muszáj az, hogy elengedjétek magatokat, és ne azon gondolkozzatok, hogy úristen, most ennek mi lesz a vége. Tehát, hogy így nem számít, csak csináljátok, engedjétek el magatokat. A harmadik, hogyha visszamehetnék, sokkal több programon vennék részt. Ezek inkább ugye a fakultatív programok, amik nem kötelezőek. Sokszor volt olyan, hogy akkor nem tudom, csoportos ivás itt és ott. És úgy voltam, hogy nem.
Miért nem? Tehát, hogy menjetek, minél több programon vegyetek részt, amennyin csak lehet, mert én volt olyan, hogy kihagytam pár programot, és egyébként nem vagyok rá büszke, mert biztos, hogy jól éreztem volna magamat, hiszen meg tudtam volna teremteni azt a környezetet magamnak, amiben biztonságosan tudom érezni magamat, úgyhogy próbáljátok meg úgy hozzáállni ezekhez a programokhoz, hogy ami jön, annak arra igent mondani, és amikor odaértek, akkor úgy kialakítani, hogy nektek az egy ilyen komfortos hely legyen. Tehát, hogyha például táncolni kell menni, és ti nem szerettek táncolni, akkor nem tudom, álljatok a leghátsó sorba, vagy üljetek le a padra, de valahogy próbáljátok meg úgy alakítani az összes programot, hogy ez nektek jó legyen. Mivel minden programban van olyan, ami nektek jó, és van olyan, ami nektek nem jó, tehát próbáljátok meg arra fókuszálni, hogy jó legyen, és ezáltal minél több programra tessék elmenni, mert aztán utólag, tudjátok, amikor a suliba bementek, és akkor megy a sztorizgatás, hogy ez is az történt, és én meg így, én erre azért nem emlékszem, mert én nem voltam ott, mert én valószínűleg fönt ültem a szobában, és nem tudom, telefonoztam, vagy ilyenek. Szóval nem, tessék minél több programra elmenni. A negyediket azt már említettem, azt hiszem az előző, vagy az előző előtti videómban, hogy a végén nem tennék ekkora nyomást erre az egész barátságos dologra. Tehát, hogyha valakivel jóba vagy gólyatáborban, és utána tényleg nem jön össze ez az egész dolog, akkor nem kell erőltetni. Mert nekem volt olyan, hogy futottam olyan emberek után, akikkel a gólyatáborban tök jól el voltunk, suliba meg semmi, és még mondtam is nekik, hogy de olyan jól kijöttünk egymással. Jó, lehet, hogy abban az egy hétben ők úgy érezték, de lehet, hogy közben találkoztak valakivel, aki sokkal jobb fej, és ezzel nincs semmi baj. Tehát nem szabad a végét ilyen nagyon véresen komolyan venni, mert nincs azzal semmi baj, hogyha valakivel gólyatáborba kijössz, de utána meg mondjuk egyáltalán nem beszéltek, mert ez van, tehát valami közbe jött, valami változott, értitek, az élet megy tovább. Tehát nem szabad a végét ennyire komolyan menni, hogy jó, mi jóba voltunk, akkor mi ezentúl legjobb barátok vagyunk. Vagy jó, mi jól kijöttünk, akkor gyere, jöjjünk össze. Tehát, hogy nem. Menni kell, csinálni kell, ami jön. És az utolsó dolog, az egy nagyon személyes dolog, vagyis hát így nem tudom, hogy mennyire személyes, hogy ugye vannak olyan programok, amikor így magadról kell megosztani dolgokat. És nyilván mindenki annyit oszt meg, amennyivel ő komfortos, ugye senki nem mondhatja azt, hogy mondd el akkor is, hogyha nem érzed jól magadat, viszont én úgy érzem, hogy nem teljesedtem ki, vagy nem tudom, így egész gólyatáborban, és ha visszamehetnék, akkor ezeknél az ilyen őszinte játékoknál lehet, hogy egyébként sokkal több mindent osztanék meg magamról, és sokkal jobban belemennék olyan dolgokba, amikről éppen szó volt. És ezt azért mondom, mert voltak olyan emberek, akik tényleg teljesen megosztottak mindent magukról. Voltak olyanok, akik egyáltalán nem. Viszont ezzel nincs semmi gond, nyilván van olyan, aki egyből szociális, van olyan, akinek több idő kell arra, hogy feloldódjon. Viszont így utólag úgy érzem, hogy tök sok olyan dolgot titkoltam el, amire relatíve büszke vagyok az én életem során, viszont nem osztottam meg senkivel, és így kicsit olyan érzésem van, mintha nem lennék büszke magamra, vagy szégyelném esetleg azt, aki vagyok, vagy ilyenek. És egyébként ez egy nagyon rossz érzés, ami így utólag visszagondolva, hogy nem tudom, voltak olyan játékok, ahol tök sok mindent megoszthattam volna magamról, de nem tettem, mert valamiért gát volt bennem, pedig alapjáraton egy tökre nyitott ember vagyok. És ezért én azt mondom, hogy igazából ez egy olyan dolog, ami nyilván olyat osztasz meg, amiről tudod, hogyha mondjuk kikerül abból a társaságból, akkor sincs semmi gond. Viszont voltak olyan válaszok, amiket én adtam, amik ilyen tök lémek voltak, hogy tudjátok, ilyen nem tudom. Tehát, hogy ennél sokkal többet is mondhattam volna, ennél sokkal nyitottabb is lehettem volna, és én ezt egy kicsit bánom, mert egy kicsit úgy érzem, hogy cserben hagytam magamat azzal, hogy mondjuk nem fedtem fel olyan dolgokat, amikre egyébként full büszke vagyok, és mondjuk a szociális médián 2000-3000 ember előtt simán megosztok, ott meg 40 ember között nem tudtam megosztani, úgyhogy ugyanúgy ismeretlenek előtt osztom meg a neten is. Tehát, hogy értitek, és ez kicsit olyan volt, amire így utólag, ha visszamehettem volna, akkor biztos, hogy máshogy válaszoltam volna kérdésekre, biztos, hogy máshogy reagáltam volna különböző szituációkat, de nem lehet, úgyhogy ne féljetek attól, hogy megosztatok valami olyat, ami esetleg kicsit személyesebb, mert sosem tudjátok, hogy lehet, hogy valaki ugyanazon megy át, lehet, hogy valaki tud
tapasztalatot adni, vagy tud tanácsot adni, mivel ő is átélte. Tehát, hogy igazából így születnek a barátságok, hogy ó, te is ezen mész keresztül, én is ezen megyek keresztül, akkor beszélgessünk erről. És lehet, hogy egyébként biztos, hogy sokkal több emberrel tudtam volna beszélgetni, hogyha tényleg megosztom azokat a dolgokat, amik mondjuk nekem fontosak, akár hobbi téren, akár tudjátok a világnézet, de most már nem tudok visszamenni, úgyhogy most már maradtam azokkal, akikkel vagyok. Egyébként mindenkit szeretek ugyanúgy a suliból. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztetek ezt a rövid kis videót. Remélem, hogy nagyjából így ezeket nem követitek el, ezeket a hibákat, és remélem, hogy jó lesz a gólyatáborotok. Jó pihenést mindenkinek a nyárra, hamarosan azért már lesz majd a pont hirdetés, azt hiszem. Úgyhogy ne tessék izgulni, mert most már tényleg minden csak azon múlik, hogy a sors mit hoz nektek, de biztos vagyok benne, hogy mindenki oda fog kerülni, ahol neki a legjobb. Ha nem szeretnétek lemaradni több egyetemi vagy sulis kontentről, akkor iratkozzatok fel, találkozunk a jövő héten. Sziasztok!